Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Ahogy a híradónkban is láthatták, új szolgáltató központot avattak Sárbogárdon, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Sárbogárdi épületében. Ez a szolgáltató központ lehetőséget nyújt arra, hogy a Mezőföld szívében, a Sárbogárdi kistérségben is eddiginél sokkal jobb szolgáltatásokban részesüljenek az agrárgazdák. Nézzük meg azokat a beszélgetéseket, amelyek az átadón készültek. Az országban negyedikként új szolgáltató központot avattak Sárbogárdon, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei központjaként. Györfi Balázs a szakmai szervezet elnöke kiemelten fontosnak tartja, hogy a Mezőföld szívében a falugazdász hálózat szakemberei immáron méltó helyszínen fogadhatják az agrárgazdákat. Nagyon örömmel köszöntöm Önöket erről a helyről a szolgáltató ünnepségünk átadóján, ami ugye az országban a negyedik, hiszen a megyében az első ilyen létesítmény. A kamara abban érdekelt, hogy hatékony képviseletet tudjon a tagjainak nyújtani és jó minőségű szolgáltatásokkal lássa el ezeket, hisz azt gondoljuk, hogy a tagok versenyképességének a javítása, a versenyképességnek a fokozása az egy olyan általános feladat, amiben nekünk is van feladatunk, amit igyekszünk is megtalálni. Ennek az egyik fontos eleme az ez év elején, vagy pontosabban a múlt év végén elindult programunk, ami a szolgáltató központoknak a kialakítását jelenti, hisz azt gondoljuk, és a pályaudvaron vizsgált két szolgáltató központ, ami Hajdúböszörmény és Sárvár volt, ugye lassan most már egy évvel ezelőtt megnyitva, azt vizsgáltuk, hogy helyes az a feltételezésünk, miszerint a tagoknak először is egy minőségi környezetet kell biztosítani, ahol megfelelő infrastruktúra és a mai kor igényeinek megfelelő körülmények állnak rendelkezésre. Ezzel azt gondolom megbecsüljük mind a tagjainkat, mind pedig a saját munkavállalóinkat. Azon túl persze nem csak a külcsíny, hanem a belbecs is fontos, és azt feltételeztük, hogy abban az esetben, hogyha nem csak a kamarai tevékenységhez, a kamarai szolgáltatásokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, lehetőséget kínáljuk, hanem azon túl a piaci partnerek közül is néhányat becsábítunk ebbe a rendszerbe, az egy értékes információs központ lehet a tagság számára, így aztán nagyon sok helyen keressük a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel, az input anyagbeszállítókkal, keressük a pénzügyi szolgáltatókkal, hogy egy minél komplexebb szolgáltatói központ jöhessen létre ezeken a pontokon. Azt gondoljuk, hogy ez a rendszer jól kapcsolódik a már működő falugazdász hálózathoz, hisz jellemzően egyébként a vezetközpontok közelébe vagy azokkal összevonva alakítjuk ki ezeket a szolgáltató központokat, hisz a tagság számára a leginkább érzékelhető, legegyszerűbben elérhető szolgáltatási felület a kamara működéséből az a falugazdász hálózat, akik ugye 650-en tevékenykednek nap mint nap a vidék segítése érdekében, és arra kifejezetten büszkék vagyunk, hogy 2014. január 1-e óta, amióta a kamara működteti a falugazdász hálózatot, a kollégáink mindegy 1000 milliárd forint támogatás lehívásában, forrás lehívásában segítkeztek a gazdálkodóknak, ami egy jelentős forrás, jelentős lehetőség. Nem mindegy azonban, hogy mikor érkeznek a források, és azt gondolom, hogy ebben szintén van feladatunk, felelősségünk. Ugye egyrészt az egységes kérelmek beadásával a kollégáink nagyon sokat segítenek, hogy egyáltalán ezek a források elérhetőek legyenek. Azon túl pedig abban vagyunk érdekeltek, hogy ezeknek a kifizetése minél gyorsabban, minél egyszerűbben történjen meg. Ezt ugye szokták mondani, kétszer ad, aki gyorsan ad. Ezen gondolat mentén a nyár folyamán a MAGOSZ kezdeményezett egy munkacsoportot, aminek tagja volt a kamarán túl még a miniszterelnökség, a Földművelési Minisztérium és az Államkincstár, és abban gondolkodtunk így közösen 5-en egy asztalnál ülve, hogy tudunk tenni azért, hogy a kifizetések gyorsítása előtt álló esetleges akadályokat közösen bontsuk le. Ez az én megítélésem szerint eredményes egyeztetés volt, hisz az idei évben 208 milliárd forint előleg kifizetésére tesz majd kísérletet november 30-áig az Államkincstár, ami minden idők legmagasabb összege, előleg összege. Mi nagyon optimistán várjuk ezt november 30-et. Én, mint gazdálkodó, jelentem, hogy én már láttam a bank számlámon pozitív változást, hogy bizony benne, hogy többen vagyunk így ezzel. Úgyhogy ebből a 208 milliárdból a rámeső résznek egy bizonyos részét már én örömmel vettem és megkaptam, de amennyire tudom, ezzel a kollégák nagy többsége egyébként így van. Itt a környéken, ha már szolgáltatásoknál tartunk, a környéken rendeztük meg az idei évben az első nap, szántóföldi napokat,
ami egy hiánypótló rendezvény volt a magyar vidék, a magyar gazdatársadalom életében. Ezt sikerként könyveltük el ezt az eseményt, hisz közel 40 hektáron álló és mozgógépek bemutatója, mikro- és nanoparcellán genetikai és fajta bemutató. Ez egy olyan komplex tevékenység volt, egy olyan komplex bemutató, ami méltán vonzott oda az általunk áhított 10.000-hez képest 15.000 látogatót. Ugye ezen úgy felbuzdultunk, hogy a következőt tervezzük. Az önöktől egy kicsit messzebb lesz Mezőhegyesen, viszont két év múlva újra Mezőfalvára fogunk visszatérni. Alapvetően erre a struktúrára próbáljuk majd felépíteni a logikáját ennek a rendszernek, hogy Mezőfalva és Mezőhegyes rotálni fogja egymást. Egyéb más szolgáltatókkal is készülünk, amik közül egyébként nagyon sok ebből a szolgáltatóközpontból is elérhető lesz. Például 55.000 hektára készítünk ma a tavaknak tápanyaggazdálkodási tervet. A növényvédelmi portálunkra a tavaly évben 11.000 feltöltés érkezett a növényorvosoktól, tehát az okszerű növényvédelmet ilyen formában is tudjuk segíteni. Ráadásul ezt a közelmúltban tudtuk úgy fejleszteni, hogy ezek a lekérdezések most már települési szinten is elérhetőek lesznek, tehát folyamatosan fejlesztjük ezt a felületet. Azt gondoljuk, hogy az okszerű védekezéssel, az olcsónak nem mondható növényvédőszer felhasználás segítésével azért tudunk a költségek oldalán is segíteni a tagságnak. Elindítottuk a birtokos névre keresztelt telekommunikációs szolgáltatásunkat, amit ezúton is ajánlok minden kedves tagunk meg a figyelmébe, hisz komoly megtakarítás érhető el a telekommunikációs költségeken keresztül, hogyha valaki jól választja meg azt a sok lehetőség közül kínálkozó legjobbat, amit azt gondolom, hogy egyébként mi kínálunk. A biztosítás közvetítő szolgáltatásunk az egyik legdinamikusabban fejlődő profil. A múlt évhez képest az idei évben megduplázódott mind a biztosított érték, mind pedig a még biztosított terület, ugyanakkor itt még további lehetőségek állnak előttünk. Azt gondoljuk, hogy látva egyébként az Egyesült Államokban egészen kiválóan működő példákat, itt komoly erőforrásokat tudunk majd mozgósítani a gazdatársam érdekében majd. Az idei évben indítottuk a villamos beszerzéssel kapcsolatos tenderünket, amivel nyilvánvaló módon azt szerettük volna elérni, hogy közösen beszerezve a villamos energiát, a piaci kondíciókhoz képest kedvezőbb ajánlatot tudjuk tenni a tagjainknak. Hál' Istennek összejött annyi igény, hogy ezzel már jó eséllyel tudunk tárgyalni a szolgáltatók irányába, és mivel valóban azt látjuk, hogy a tagságnak ez egy értéket nyújtó szolgáltatás, már most felkészültünk arra, hogy a jövő évre ez már a földgáz vonatkozásában is rendelkezésre fog állni, tehát nem kell részletezni, hogy egy olyan tagunknak, aki mondjuk szállítóval rendelkezik, ez egy nagyon komoly megtakarítást eredményezhet, hogy a kamarán keresztül szerzi be ezeket az energia tételeket. És hogy a tagdíjról is szóval hisz a szolgáltatásokhoz ez egyre jobban kapcsolódni fog, tehetünk egy újfajta tagdíjfizetési konstrukciót, ami azt jelenti, hogy a kamarától igénybe vett szolgáltatások díjának egy bizonyos része a kamarai tagdíjból leírható lesz. Tehát nagyon könnyedén előfordulhat, hogy ha valaki kellő mennyiségű szolgáltást vesz igénybe tőlünk, akkor le is tudja nullázni a tagdíját. Természetesen érezzük a felelősségünket abban, hogy nekünk ehhez olyan szolgáltásokat kell nyújtani, amit a tagság örömmel vesz igénybe, de bízom benne, hogy ez a minőség, amit nyújtunk, az folyamatosan tartható, sőt emelhető. Ha jövőben nézünk előre, akkor azt gondoljuk, hogy a közös agrárpolitika, aminek ugye november végén várható a reformra vonatkozó első hivatalos dokumentuma, ez egyszerűbb nem lesz, tehát feltétlenül arra kell készülni, ha mindig megígérjük, hogy egyszerűsítik, eddig még mindig egyre bonyolultabb lett. Tehát a falugazdászhálózatnak, a szaktanácsadóknak, a szakértőinknek egész biztosan arra kell majd törekedni, hogy továbbiakban is kiszolgáljuk a tagokat, lehetőleg az adminisztrációt, amennyiben tudjuk, vállaljuk át tőlük, és végezzük ezt el. És most hadd büszkékedjek egy komoly bejelentést téve itt. Tegnapi nap megkaptuk a támogató nyilatkozatot a jégkármérsékelő rendszerre bejutott pályázatunk vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy ez a közel 2 milliárdos projekt, ami most indul, ez reményeink szerint május 1-én már rendelkezésre fog állni, úgyhogy az évente mindegy 50 milliárd forintos kár, ami ilyen formában keletkezik, ez annulálható lesz. Erre azért vagyunk különösen büszkék, mert ez az éves tagdíjbevételünknek, ami 5 milliárd forint a 10-szerese, tehát minden évben egy 10-szeres értéket tudunk visszaadni csak ezen az egy programon keresztül. És mindezt úgy, hogy a
tagságnak, a gazdálkodóknak ez 1 plusz forintjukba sem fog majd kerülni. Ez úgy érhető el, hogy a pályázat ugye 100%-os támogatási intenzitást élvez, ez ugye 1,8 milliárd forint, lesz néhány 100 millió forint önrész, ami ugye nem elszámolható, vagy nem feltétlenül tervezhető költség volt. Ezt a tagdiakból fogjuk fedezni, és ami nagy fegyvertény, hogy a működési költségeket pedig majd a kárhelyítési alapból tudjuk finanszírozni, tehát plusz befizetést ez sem fog generálni a tagság részére. Sőt, talán elmondhatjuk azt, hogy az egész lakosság szolgálatában állunk, hiszen ez a teljes területét az országnak le fogja fedni, nem csak a mezőgazdasági területeket, hanem a belterületeket egyaránt, és büszkén újságolhatjuk majd reményeink szerint májusban, hogy mi vagyunk az Európai Unió első olyan országa, amely teljes körű lefedettséget tud ilyen védekezés formájában biztosítani. Kíváncsiak voltunk, hogy a tagság hogy viszonyul hozzánk, hiszen ne feledkezzünk meg arról, hogy ezért választások lesznek, ugye egy hét múlva urnák elé járulhatnak a kamarai tagok, mind a 360 ezeren, akik jogosultak erre. Ezért kíváncsiak voltunk, hogy mit gondolnak rólunk a tagok, ezért néhány kérdést feltettünk számukra, ez egy reprezentatív felmérés volt, és örömmel láttuk azt, hogy a tagok 3/4-ként szakmailag felkészültnek tart bennünket, kétharmaduk szerint egyébként rugalmas és hatékonyan működő szervezettel büszkélkedhetünk, és azt a többségi egyébként úgy foglalt állás, hogy egy nyújtott szolgáltatásokhoz képest a tagdíj mértékét is reálisnak és arányosnak tartja, ezt is egy pozitív visszacsatolásként értékeljük. Sőt, egyébként a tagság közel kétharmada azzal is egyetért, hogy a kamara elnöke vállaljon politikai szerepet, és lehet országgyűlési képviselőként segítse a tagságot. Ezt azt gondolom, hogy lehetőség szerint igyekszem is megtenni. Például most az országgyűlés előtt van két törvénymódosító javaslatom, ami abszolút a mezőgazdasági témákat érinti. Az egyik az illetéktörvény módosítására teszek javaslatot, amiben alapvetően a társasvállalkozások tulajdonosainak szeretnénk egy kis segítséget nyújtani, hisz pillanatnyilag, ha most földet vásárolunk, akkor ugye ha vállaljuk, hogy 5 éven keresztül használjuk azt a területet, akkor ugye nem kell a 2%-os illetéket befizetni. Én arra teszek javaslatot, hogy saját használatnak minősüljön az is, hogyha valaki egy olyan cégen keresztül használja ezt a területet, amiben legalább 25%-os tulajdonnal rendelkezik. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen okszerű felvetés. Ezt nagyon sok gazdatársunk egyébként már nem egyéni vállalkozóként, hanem valamilyen más vállalkozási, akár Kft. BT formájában végzi a tevékenységet. Szerintem ez így igazságos és korrekt. A másik pedig az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó adómentes napi jövedelem emelésére tesz javaslatot. Ugye ez 55.000 forint fölött volt valamelyest az idei évben eddig. Én arra teszek javaslatot, hogy ez az idei évre visszamenőlegesen vonatkozzon úgy, hogy 8.250 forintig ne kelljen az egyszerűsített foglalkoztatásban résztvevőknek adót fizetni. Sőt, komoly ígéretünk van a NAV-tól egyébként, hogy az őstermelőknek a jövő évtől már az adóbevallásokat is el fogják készíteni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a választásokról még néhány gondolatot, ugye a megyében 11 helyen lesz majd lehetősége szavazni a tagságnak. Igyekeztünk minél közelebb vinni a szavazati lehetőséget a tagokhoz. Azt gondolom, hogy fontos, hogy minél több választópolgár érjen ezzel a lehetőséggel. Én nagyon büszke vagyok arra, Magoszlan elnökként hadd mondjam most ezt, hogy az 5 évvel ezelőtti 12 együttműködő szervezethez képest most már 18-an kérjük együttesen a választók bizalmát. Reméljük, hogy minden megyében megkapjuk a lehetőséget. Abban hiszünk, hogy együtt erősek tudunk lenni, és együtt tudjuk képviselni az ágazatnak az érdekeit, és együtt tudjuk majd a teljes élelmiszerláncnak az érdekeit képviselni, hisz egyfajta egymásra utaltság van, amiben nyilván ez egyfajta kényszer is, de nagyon sok lehetőség is kínálkozik, ezért azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget együtt kell megragadnunk, ezért mindenki tisztettel arra búzítok, hogy mind saját maga, mind pedig a környezete lehetőség szerint november 3-án fejtse ki a véleményét a kamarai választások alkalmával. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondhattam, nagyon örülök, hogy a Szolgálatok Központ ilyen szép formában és ilyen jelentős érdeklődő mellett nyitja meg a kapuit. Én azt kívánom önöknek, hogy használják sokáig ezt az épületet, mi pedig igyekszünk majd ezt tartalommal megtölteni. Köszönöm szépen! Sárbogát számára létkérdés a Szolgáltató Központ léte, hiszen a város 19.000 hektáros közigazgatási területének jelentős része mezőgazdasági terület, és az agrárgazdák az új központban juthatnak hozzá a vidékfejlesztési programhoz, illetve ezen a fórumon tájékozódhatnak a fejlesztési forrásokról is. Sárbogát város önkormányzata és a magam nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket városunkban, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szolgáltató Központja ünnepélyes megnyitóját.
Településünk számára fontos az, hogy megőrizze és bizonyítsa a térségi központ szerepét Délfehérben. Ez pedig semmi mással nem teheti jobban, mint hogy valamennyi az emberek számára fontos szolgáltatás elérhetővé teszi a várost és a járás lakói számára. Ennek megfelelően, legalábbis merem remélni, oktatási, egészségügyi és közigazgatási központ vagyunk. Az előbbiekhez hozzáveszük azt az igen lényeges körülményt, hogy térségünk és városunk gazdasága élete teljes egészében a mezőgazdaságra épül, akkor könnyen belátjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szolgáltató központjának van létjogosultsága nálunk, sőt, komoly szükség van rá. Komoly szükség van a szolgáltatásokat az őstermelőktől a nagy mezőgazdasági termelőszervezetekig mindenki számára elérhetővé tevő, a szószoros értelmében vett ügyfélszolgálatra. Ennek elvi történeti okait kutatva alig, ha találhatunk jobb magyarázatot, nekem egyébként is különösen megtetszett, mint ami a NAP honlapján van bemutatkozóként. Engedjék meg, hogy ebből egy picit röviden idézzek. Magyarország agrárgazdasága történelmi fordulat előtt áll. Egyszerre kell megfelelnie a világgazdaság kihívásainak, el kell foglalnia a méltó helyét az Európai Unió agrárgazdaságában, biztosítania kell a nemzeti érdekérvényesítéséhez szükséges szervezeti kereteket, meg kell találnia a helyes arányt a tömegtermelés és a nemzeti hagyományokra épülő termelési, fogyasztási szokások között, tevékenységével pedig hozzá kell járulnia a szervezet és átlátható piaci viszonyok kialakításához, valamint a versenyképes gazdálkodási feltételekhez. A kamarának felelőssége van a nemzeti birtokpolitika kialakításában és végrehajtásában. A kamarának vállalnia kell, hogy aktívan közreműködik a rendezett piaci viszonyok kialakításában, tevékenységével pedig a tisztességes gazdálkodókat kell segítenie. Legyen érték az üzleti tisztesség. Az elhangzottak szerintem jól bemutatják a szakmai érdekképviselet jellegét, ugyanakkor túl is mutatnak rajta. Az egész életünket átható rendezőjelnek kell lennie az együttélés szabályainak maradéktalan betartásán és a tisztességnek. Tudjuk azt, hogy hosszú az út idáig, de ezen az úton egy lényeges lépés a szolgáltató központ átadása, ahol a kamara munkatársai szakmai iránymutatást, segítséget adhatnak minden hozzájuk fordulónak. A város nevében szeretném megköszönni mindenkinek, aki közrehatott abban, hogy ez a központ sárhogára kerüljön. Külön köszönöm Györfi Balázs országos elnök úrnak, Kis Norbert Ivo megyei elnök úrnak, valamint Takács Zsoltúrnak, a Sárhogádi Iroda vezetőjének és valamennyi munkatársának. És egy személyes megjegyzést engedjenek meg elnök úr beszéde nyomán. Magam összeszámoltam, 20 éve vagyok tagja egy másik kamarának. Örülnék neki, ha árérték arányba ennek a töredéke szolgáltatást tudnák nyújtani. Kis Norbert Ivo, a Fejér megyei Agrárkamara elnöke büszke arra, hogy a megye kiemelt mezőgazdasági térsége egy ilyen központtal gazdagodott. Jó magam, aki igazából hiszek abban, hogy a kamarának szolgáltatónak kell lenni, és elnök úr elég sokat beszélgettük, sőt részt vettem az országos elnöki tanácsadó testületben, ahol többször kifejtettem azt, hogy akkor lesz eredményes a kamara, hogyha a gazdálkodóknak, tagjainak megfelelő szolgáltatást tudunk nyújtani. Kicsit szkeptikus voltam akkor, mikor ebben a formában, hogy külső inputanyag és kereskedő céget vonunk be, ebben a forma hogyan fog működni. És most az utóbbi időben tapasztalottam, mikor a saját irodámban ülünk össze gazdálkodókkal, bankokkal, inputanyagkereskedőkkel, és ott folytatjuk le a tárgyalásokat, hogy mindenki jól járjon ezzel a kapcsolattal. Személyes véleményem szerint egy face-to-face kapcsolata sokkal eredményesebb, mint telefonon, interneten tartott kapcsolat. Erre a kapcsolatra ez nagyon eredményes, ez a központ. És bízom benne, hogy itt nem csak a gazdálkodók fognak egyfajta szolgáltatást kapni, hanem mi is visszajelzést kapunk arról, hogy mennyire elégedettek a szolgáltatásainkkal és az itt nyújtott eredményekkel. Én remélem, hogy ebben a gazdálkodók is közre fognak működni, és visszajelzik ezt a falugazdászokon, vagy az itteni inputanyag, vagy bankosokon keresztül a mi irányunkba. Simon László kormány megbízott bizonyos abban, hogy az új központ sokat segít a rohamléptekkel fejlődő agrárgazdaság szereplőinek. Azt gondolom, Fejér megye kormány megbízottjaként, hogy dolgunk és nagyon fontos feladatunk az, hogy szorosan együtt működjünk a Nemzeti Agrárkamarával, és mindennapi tevékenység során jogszabályi kapcsolat is van. Természetesen az a cél, hogy a kis és középgazdálkodók mindennapjait segítsük,
a kormányhivatal vidékfejlesztési főosztálya a falugazdászokkal együttműködve, illetve a föld tulajdon, a termőföld tulajdon megszerzésénél együttműködve gyorsított az együttműködés eredményeként az ügyintézés folyamatán. Azt gondolom, hogy még évekkel ezelőtt sok-sok hét vagy hónap kellett ahhoz, hogy mondjuk egy földforgalmi ügylet végbe menjen és a tulajdonoshoz kerüljön. Manapság ezen sokkal-sokkal gyorsabban túl vagyunk. Ez csak egy példa volt. A gazdálkodók támogatása a vidékfejlesztési szakterületünkön keresztül ugyancsak egy fontos és kiemelt feladat, hiszen azok a források, pénzek, amelyek oda jutnak a gazdálkodókhoz, a földtulajdonosokhoz, a földművesekhez, eddig egy hosszas eljárás mentén volt és mentek végbe. Ezen sikerült azt gondolom tovább lépnünk, és még tovább ilyen lépéseket gondolunk tenni, és ez a kamara nagyon fontos partner. Nagyon jó kapcsolat van a megyében, a kamara vezetővel és a tagságával napi problémamegoldást talán állunk, és ez így lesz jövőben is. Darabos Tamás a kamara főigazgatójaként megerősítette, továbbra is legfontosabb feladatoknak tekintik a gazdák európai szintű segítését. Több szempontnak az együttes adta ezt a megoldást. Egyrészt a falugazdászainknak, a kollégáinknak szeretnénk olyan emberhez méltó és európai munkakörülményeket biztosítani, ahol jól érzik magukat, és ahol a tagjaink, akik bejönnek ügyintézés céljából, azok is méltó körülmények között tudják elintézni az aktuális megoldandó feladataikat, ügyeiket. A másik pedig az, hogy szeretnénk, hogyha országszerte a tagjainknak jelentős százalékát tudnánk elérni ilyen jellegű kiszolgáló egységekkel. Úgyhogy alapvetően egyfajta, talán így is lehet fogalmazni, vidékfejlesztési célzata is van ezeknek a szolgáltató központoknak, hogy megteremtsük azokat a felületeket, azokat az infrastruktúrális lehetőségeket, amik ahhoz kellenek, hogy a szolgáltatásaink el tudjanak jutni a gazdálkodókhoz. És itt nem csak az ügyféltérre gondolok alapvetően, hanem a konferenciatermekre, minden egyes szolgáltató központhoz szeretnénk egy olyan előadóteremnek a kialakítását is megoldani, ahol rendezvényeket lehet tartani, ahol információkat lehet átadni a gazdálkodóknak, ahol akár a kamara szakértői, akár külső szakértői tudnak átadni olyan újdonságokat, olyan új információkat, amik szükséges a gazdálkodóknak a mindennapi megélhetésükhöz. A szolgáltató központ átadása megerősíti a résztvevőket abban, hogy az Agrártárca, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök Országos Szövetségének együttműködése jelentősen segíti a jövőben is a mezőgazdaság szereplőinek boldogulását. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!